Minisztercserék. Várhatóan holnap dönt a nagyobbik kormánypárt arról, hogy kik mennek a döncsülő kormányból. A szociálliberális koalíció repedezését vizionálja a központi sajtó, az ALDE elnöke azonban cáfol. Szimbólumharc. Sepsiszentgyörgyön magyar ellenes ösztűz alatt a Székely Mikó kollégium. Marosvásárhelyen magyar orvosról neveztek el utcát, de még mindig zajlik a kétnyelvű utcanévtáblákért folyó küzdelem. Köszöntöm Önöket a híradóban! Várhatóan a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának holnapi ülésén születik döntés arról, hogy miként változik a Viu Ricardon Csillő vezette kormány összetétele. A kormány átalakításról már jó ideje szó van, és noha hivatalos információ nincs róla, a sajtó tudni véli, hogy melyek lesznek a legfontosabb változások. Folytatódik a fluktuáció a kormányban, amely számos szakterületen akadályozza a munkafolyamatot. Hiába van 3 éve ugyanaz a koalíció hatalmon, azóta 3 miniszterelnök és 57 miniszter volt funkcióban. A Grindeanu és Tudósze kormányok 6-6 hónapig voltak tisztségben, a Döncsille kormány az első nagyobb átalakításáig 10 hónapot működött. A legelső távozó Pau Stănescu miniszterelnök helyettes és fejlesztési miniszter lehet, akinek a belső ellenzéki fellépését nem tudja megbocsátani Liviu Dragnea pártelnök. A helyét Liaul Guca Vasilescu jelenlegi munkaügyi miniszter, vagy Nicolae Badalău veheti át. Ha Vasilescu gazdátlanul hagyja a munkaügyi tárcát, azt Adrian Solomon kaphatja meg. A fekete listán van még Mihály Fifor védelmi miniszter, akinek a helyére Dorel Căprar pályázik. George Ivascu művelődési miniszter, aki Danuț Andrușcának adhatja át a tárcát, valamint Ioana Bran ifjúsági és sportminiszter is. Erősen innog Lucian Sová szállításügyi miniszter széke, de egyes hírforrások szerint a minisztérium akár 2/3 élére kerülhet új vezető. A központi sajtó szerint a fekete listán van Bogdan Trif turisztikai miniszter és Natalia Intotero, a külhoni románokért felelős tárcavezető is. A legforróbb találgatások Tudorel Toader igazságügyi miniszter kapcsán fogalmazódtak meg. Sokak szerint Dragnea elégedetlen a párt független miniszterrel, mert ellenezte a kegyelmi sürgősségi rendeletet. A tisztség elvileg a szociáldemokratáké, de Toadert Călin Popescu Tăriceanu ALDE elnök támogatja, aki nem szeretné, hogy a tárcát szociáldemokrata pártag vezetné. Dragnea ugyanakkor Toni Greblă, egykori alkotmánybírót látná szívesen a tisztségben, aki egy ellene indított bűnügyi eljárás miatt volt kénytelen lemondani az alkotmánybírói posztról. Utóbb azonban a bíróság felmentette a vádak alól. Határozottan cáfolta a kisebbik kormánypárt az ALDE elnöke Călin Popescu Tăriceanu, hogy a kormánykoalíció megbontásán munkálkodna. Szerinte partnerek között természetes, hogy időnként felmerülnek vitás kérdések. Azt követően, hogy a Klaus Johannis államfővel való konzultáción a kisebbik kormánypárt az igazságszolgáltatásról szóló pártközi paktumot javasolt, szárnyra kaptak a szociálliberális koalíció megrendüléséről szóló hírek. Sokan ugyanis ezt úgy értelmezték, hogy az ALDE a koalíció felmondására készül, hogy aztán a Nemzeti Liberális Párttal és a Mentsétek meg Romániát szövetséggel alakítandó kormány élére álljon. Tăriceanu szerint azonban semmi sem változott a szociáldemokratákkal való kapcsolatában. Egy koalícióban, amelyben partnerek vagyunk, természetes dolog, hogy időnként olyan dolgokat beszéljünk meg, amelyek egyik vagy másik félnek nem tetszenek, és megkeressük a közös megoldást. De ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolatunk bármilyen szinten megromlott volna, vagy megkérdőjeleződik a koalíció működése a jövőben. Tăriceanu hangsúlyozta, hogy csupán a parlamenti pártok közötti párbeszédre tett felhívást, hogy valamelyest tudjanak megegyezni és folytathassák az igazságügyi reformot. Pontosította azt a korábbi kijelentését is, miszerint Románia nem áll készen az Európai Unió tanácsa soros elnökségének az átvételére. Azt mondta, az országban uralkodó politikai hangulatra utalt, nem pedig arra, hogy a kormány nem lenne felkészülve a feladatra. Az Európai Néppárt kongresszusával kapcsolatos előkészületekről tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Kelemen Hunor az RMDS elnöke. Áttekintették a közös erdélyi fejlesztési terveket is. Egyetértettek abban, hogy erős Európai Néppártra van szükség, és úgy tudnak a legeredményesebben a magyar érdekekért közösen küzdeni, ha a májusi EP választások után erős néppárti frakció alakul az Európai Parlamentben. A jelenlegi helyzetben mindketten Manfred Weber jelöltségét támogatják az Európai Bizottság elnöki tisztségére.
Táblabírósági végzés kötelezte Sepsiszentgyörgy önkormányzatát, hogy távolítsa el a Székely Mikó kollégium főbejáratát díszítő magyar feliratot. A tábla a Hajdanvolt intézményt nevezte meg, pontosabban a valamikori református Székely Mikó kollégiumnak állított emléket. A magyar ellenességéről elhíresült Dantán Assa most a műemléképület homlokzatán látható évszázados felirat miatt is pert indított. A feliratot a kommunizmus idején eltüntették, a felújítás során került elő. Tavaly augusztusban iktatta a Kovászna megyei törvényszéken Dantán Assa az általa bejegyzett méltóságért Európában polgári egyesület nevében azt a keresetet, amelynek a Székely Mikó kollégium bejáratánál levő felirat volt a tárgya. Helyi szinten elveszítette a pert, de a brassói táblabíróság a javára döntött. Így a táblabírósági végzés kényszere alatt az önkormányzat levetette a táblát. A sepsiszentgyörgyi előjárók a magyar ellenes politikum provokációjának tartják a református Székely Mikó kollégium felirat eltávolítatását. Sepsiszentgyörgyön minden magyar betűjét meg kell küzdjünk. Ez talán nem normális, hiszen műemléképületeinkről van szó, intézményeinkről van szó, magyar felirataink, régi magyar feliratainkról van szó. Azt, hogy a kapu mellől levetette a magyar feliratot, ami tulajdonképpen nem is egy intézmény elnevezés volt, hanem inkább egy mementó volt, hiszen református Székely Mikó kollégium, ilyen intézmény nincsen Sepsiszentgyörgyön, van református kollégium és Székely Mikó kollégium. Inkább azt kívánta jelezni a kapun ez a felirat, hogy mi volt valamikor abban az intézményben. A brassói táblabíróság döntése felháborította a sepsiszentgyörgyieket. A mikós diákok kiálltak iskolájuk mellett, és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapján az első emeleti ablakokban nagyméretű betűkből kirakták a gimnázium nevét. Néhány nap múlva azonban kiderült, Dantán Assa a műemléképület homlokzati felirata ellen is pert indított. Nagyon örülök a gyerekek reakciójának, én azt gondolom, hogy ez sokat elmond arról, hogy ők mit gondolnak erről, és hogyan érzik magukat, illetve a felső felirat, ami az iskola homlokzatán van, az a műemlék épülethez tartozik. Nem értem, hogy miért bántja őket, és miért zavarja őket, értetlenül állok előtte. A jogszabályok értelmében a műemléképületet eredeti formájában kell felújítani, a homlokzati felirat pedig egyidős az épülettel. Ezt régi fényképekkel, képeslapokkal tudják bizonyítani. Az önkormányzat abban bízik, hogy ezúttal pert nyer. Garancia azonban nincs a helyes döntésre, hiszen az elmúlt időszakban a hazai igazságszolgáltatás a magyar ügyekben nem mindig az igazságot keresi. Dr. Czakó József kardiológus főorvosról nevezték át Marosvásárhelyen az egykori Sportolók utcát. Az átnevezést az RMDSZ kezdeményezte, ez az első magyar orvosról elnevezett utca a megyeközpontban. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy befejeződött volna a kétnyelvű utca névtáblákért folyó hidegháború az erdélyi frontvárosban. Lekerült a régi szülészet melletti szanatórium homlokzatáról a Sportolók utca felirat, helyébe a dr. Czakó Józsefről elnevezett utcanévtáblát függesztik ki. Az eseményen több tucatnyian, a néhai kardiológus főorvos rokonai barátai is jelen vannak. Az utca átnevezését korábban a marosvásárhelyi RMDSZ kezdeményezte, és noha csak második nekifutásra, de sikerült elfogadtatni azt a városi önkormányzati testületben. Nem engedhettük meg azt, hogy Marosvásárhelyen, ahol a magyar orvosképzés egyik fellegváraként ismert városban, orvosról, magyar orvosról ne legyen Marosvásárhelyen utca elnevezve. Az utca átnevezésére vonatkozó tanácsi határozattervezetet Mózes Levente városi tanácsos kezdeményezte. Ez a szanatórium az ő kéznyomát és munkásságát tükrözi, és mai napig működik. Ezért is volt az ötlet, hogy a mostani, vagy a volt, mondjuk azt, hogy a volt Sportolók utcája viselje a híres szívgyógyász nevét. Ezáltal sok marosvásárhelyi, régi marosvásárhelyi és új marosvásárhelyi álma vált ezzel valóra. Dr. Czakó József a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató főorvosaként, majd sebész szakorvosként tett sokat a betegekért, a városért, mondja ifjú Czakó József. Határozottan örülünk mindnyájan, és gondolom, hogy apám is nagyon örülne, és ezt most hallja, vagy látja fentről.
és azt merném hozzátenni, hogy egész életében azért küzdött elsősorban, hogy Marosvásárhelynek megfelelő egészségügyi ellátása legyen. Czakó József nevéhez köthető a hazai orvostörténet kiemelkedő teljesítménye. 1935. októberében ő hajtotta végre az első sikeres szívműtétet Romániában. Az operáció során egy tűt távolított el egy katona szívéből. 3 évvel ezelőtt történt a kollektív tragédia, erről is szó lesz a híradó második felében. Emlékezés. 3 évvel ezelőtt történt a bukaresti kollektív klubban a 65 ember halálát okozó tűzvész. A tragédia rámutatott az egészségügyi rendszer hiányosságaira, de azóta semmi nem változott. Ünnepelnek. Több napos rendezvényen mutatja be a kolozsvári Magyar Opera az elmúlt 100 év jelentős erdélyi szerzőinek, muzsikusainak kiváló alkotásait. Első házként elutasította a szenátus a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó Juana Buzgan független képviselő által benyújtott javaslatot. A felsőházban nemmel szavaztak az RMDS honatyái is. Cseke Attila frakcióvezető szerint azért, mert a tervezet nem volt megfelelően előkészítve. Kijelentette, támogatják, hogy a jövőben valamilyen formában szabályozzák a kérdést. Az RMDS szenátorai is elutasították szavazataikkal a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvénytervezetet, amelyet Juana Buzgan független képviselő terjesztett a törvényhozás elé. A testület 92 tagja voksolt a tervezet ellen, és csak 11-en támogatták. Cseke Attila, az RMDS szenátusi frakciójának a vezetője azt mondta, a tervezet nem volt megfelelően előkészítve, több olyan kérdésre nem adott precíz választ, amelyek jelenleg éles vitát szülnek, mint például az örökbefogadási jog. A legnagyobb hibának azt rótta fel, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a jogokat biztosította volna a feleknek, mint a házastársaknak, okafogyottá téve a házasság intézményét. Cseke Attila szerint az európai jó példák megvizsgálása után ki lehet dolgozni olyan jogszabályt a témában, amelyet a többség támogatni tud. RMDS elmondta a parlamenti vitában is, hogy ha lesz egy másfajta tervezet, amelyiknek vannak, amelyekben ezek a vitás kérdések akár más Európai Uniós tagállamok által szabályozott rendszer szerint, modell szerint szabályozódnak, akkor természetesen azt is meg fogjuk vizsgálni, és arról véleményt fogunk tudni mondani. Ezt ebben a fázisban így nem tudtuk támogatni. A tervezet mellett szavazó úszér és szenátorok szerint azonban ezt is lehetett volna úgy módosítani, hogy elfogadható legyen, bár a hibáit ők is észlelték. A március 28-án benyújtott tervezetben az olvasható, hogy az utóbbi években nem csak külföldön, hanem Romániában is egyre többen választják az együttélést házasságkötés nélkül, és ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni, hanem törvényben kell szabályozni. A 2011-es adatok szerint mintegy 800 ezer személy él élettársi kapcsolatban, de jelenleg a számuk valószínűleg ennél is nagyobb. Ezzel a témával folytatjuk. Élő telefonos kapcsolatban vagyunk Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével. Jó estét kívánok! Én csókolom, és jó estét kívánok az Erdély TV nézőinek. Ön a népszavazás előtt több interjúban is jelezte, hogy a referendum jogi szempontból teljesen értelmetlen, a kezdeményezés egyetlen pozitívuma, hogy a pártok lépéskényszerbe kerülnek, és a közeljövőben megszavazhatják az élettársi kapcsolat jogi meghatározására vonatkozó törvényt. Egy hónappal ezelőtt ez még nagyon távolinak tűnt. Most elindult a folyamat, de az első tervezet a szenátusban már is elbukott. Ez várható volt, ugyanis ezt a tervezetet már tavaly ittatták, és nem fette le csak a különnemű párok élettársi viszonyáról szóló szabályozást, amiben sok hiba csúszott, és ilyen szempontból ez a kezdeményezés egy képviselőnek a törvényjavaslata volt, várható volt, hogy elbukik. Viszont van egy másik törvénytervezet, amit több parlamenti képviselő és szenátor fog iktatni, tudomásom szerint még a héten. Persze ezzel kapcsolatosan is vannak a politikai fenntartások, mint jogi fenntartások, de előbb-utóbb Románia olyan helyzetben lesz, hogy el kell fogadjon egy ilyen törvényt, ugyanis az Alkotmánybíróság már kimondta, hogy ez
hát indirekt módon kötelező Románia számára. Ezt megteheti Románia, hogyha indítványozza a parlament, de ha nem, akkor oda jutunk, mint Görögország, Olaszország, hogy egy strasbourgi per folyamán elmarasztalják Romániát, és akkor köteles lesz elfogadni a kérdéstársi viszonyról szóló törvényt. Az a törvénytervezet, amit ön is említett, és amelynek kidolgozásában az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács is részt vett, miben különbözik a most elutasított változattól? Hát elsősorban a külön nemű párok, az azonos nemű párok számára is leszabályozza ezt a jogi intézményt. A maga jogi intézménynek a létrejötte a közedző előtt történne megszűnése is, közedző előtt történne. Tiltja az azonos nemek számára, a párok számára az örökbefogadást, és szabályozná főleg a javak feletti jogviszonyokat a párok közt, és persze olyan területet is, ami a szolgáltatások való hozzáférésről rendelkezik, és ilyen területen az egészségügyi szolgáltatásokról is szabályozást nyújtana a törvény, védelmet nyújtana a törvény mind az azonos nemű párok számára, mind a külön nemű párok számára is. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép estét kívánok! Ma van 3 éve annak, hogy lángok lobbantak fel a bukaresti kollektív klubban, és az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb tragédiáját okozták. A tűzvészben több tucat fiatal vesztette életét, 150-an súlyosan megsérültek. Azóta 3 év telt el, de az ország továbbra is tehetetlen a súlyos égési sérültek kezelésében. 2015. október 30-án tűzütött ki a bukaresti kollektív klubban, a lángok perceken belül az egész épületet ellepték. Aki tudott, menekült, többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan már a helyszínen elhunytak. Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb következményekkel járó tragédiájának a mérlege pedig elborzasztó. A tűzvészben 64 fiatal vesztette életét, 148-an súlyos sérülést szenvedtek. A tragédia akkor egyben arra szomorú valóságra is rávilágított, amelyet sokan a hatósági korrupcióval azonosítottak, és amiért országszerte több tízezren vonultak utcára. A tüntetők nyomására mondott le Viktor Ponta kormányfő és Cristian Popescu Piedone Bukarest 4. kerületének polgármestere. 3 évvel a kollektív tragédia után is tehetetlen az ország a súlyos égési sérültek kezelésében. Sorina Pintea egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatása szerint továbbra is külföldi segítségre szorulna Románia, ha nagyszámú, súlyos égési sérültet kellene ellátnia, hiszen mindössze 11 ágy áll a páciensek rendelkezésére. A szaktárca vezető persze kitért arra is, hogy Bukarestben fogják létrehozni az első bőrbankot, amely a kolozsvári kórházakat is kiszolgálja majd. A következő szakaszban pedig Jászvásáron, Temesváron és Marosvásárhelyen is létesítenek hasonlókat. De hát mindez még csak az ígéretek szintjén működik. Ami viszont még súlyosabb, hogy korábban 22 év működés után zárt be az egyetlen bőrbank Romániában, és ezt 8 hónapig titkolták a hatóságok. De korán sem rózsás a helyzet a romániai egészségügyi intézményekben sem. Köztudott ugyanis, hogy a tűzvész áldozatai között voltak olyanok is, akik nem az égési sérülések miatt, hanem kórházi, más szóval nozokomiális fertőzés miatt hunytak el. A kórházak pedig egyre több ilyen jellegű fertőzésről tesznek jelentést, a valós számunkat azonban senki nem tudja, de ebbe ne menjünk bele. Ha még ez sem lenne elég, alig ha érthető, hogy a 2015. október végén történtek után hogyan lehet tűzvédelmi engedély nélkül is működtetni szórakozó helyeket. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelésség szerint az országban jelenleg működő, a klubok kategóriájába sorolható közel 1200 szórakozó hely közül 280, azaz közel egynegyedük nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel. De a jogi úton is csigalassúsággal haladnak a dolgok. Az ügyben 1,5 éve indított per, amelyben a klub tulajdonosai mellett Cristian Popescu Piedone, a főváros 4. kerületének polgármestere, a hivatal 4 alkalmazottja, valamint a hatóság több képviselője is vádlottként szerepel, azért akadt el, mert a bíró nyugdíjba vonult. Bár az új bíró hatékonyabbnak tűnt az első tárgyaláson, az áldozatokat és családtagjaikat tömörítő egyesület képviselői attól tartanak, hogy még hosszú hónapok telnek majd el, továbbra is eredmény nélkül. Több napos rendezvényen mutatja be a kolozsvári Magyar Opera az elmúlt 100 év jelentős erdélyi szerzőinek, muzsikusainak kiváló alkotásait.
A számvetés 100 év magyar zene Kolozsváron című rendezvény célja felidézni azt, hogy elődeink mostoha körülmények között is tudtak dolgozni, alkotni. A Kolozsvári Magyar Opera a világ egyetlen nemzetiségi operaháza, az egyetlen magyar nyelven működő zenei intézmény Romániában. A centenárium jegyében több napos rendezvény idézi fel az opera elmúlt 100 évét. A művészek két reprezentatív hangversenyen 25 alkotást szólaltattak meg az elmúlt 100 év magyar szimfonikus és kamarazenei repertoáriából. Kiállításon mutatják be a legnevesebb szerzőket és előadókat, műhelybeszélgetéseken idézik fel az eltelt 100 év fontos magyar zenei közösségeit és eseményeit. Olyan az erdélyi és az egyeteme zenekultúrának olyan értékes szerzeményeiben mutatunk be részleteket, nem tudunk minden művet teljes egészen bemutatni, hisz akkor karácsonyig tartanak koncert, amelyek helytállanak a világ bármelyik színpadán. A műhelybeszélgetések során több könyvet is átlapozhattak az érdeklődők. Keszeg Vilmos, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke kiemelte, a szervezetnek 7 szakosztálya van, ezek kutatták Erdély 220 éves zenei múltját, így születhettek meg a korhű kiállítások és könyvek. A beszélgetés azt érzékeltette, hogy valójában sok szakemberben megvan ez a kutatási szándék, de hogy akkor ehhez keretet kell teremteni, ahol rendszeresen összejöhessenek, és ezekről a szakmai kérdésekről, eredményekről, további szándékokról beszélni tudjanak. A november 19-éig tartó rendezvény célja felmutatni azt az erős összetartozást, amelyet a kolozsvári magyar zenei hagyomány teremtett a 20. század művészei között, itthon és a nagyvilágban egyaránt. Pályázati összegből újul meg Gyergyószent Miklós főterén egy magántulajdonban levő műemlék, a támogatást a Hargita megyei tanács nyújtja. Idén is volt lehetőség pályázni Hargita megye tanácsánál műemléképületek felújítására. A műemlékvédelmi pályázat kiírás magánszemélyeknek szól, és ez Gyergyószent Miklós esetében a központi ingatlanokat érinti. Így pályázott Kalamár László is, aki mindenkit arra buzdít, hogy használják ki ezt a lehetőséget és pályázzanak. A megyei tanácstól pályáztunk, megyei tanácshoz a pályázatot. Öllő Miklósék megcsináltak a tervet, értékbe kaptunk 18.900 lett erre az évre a pályázat. László egyébként nem először pályázott. Tavaly az épület tatarozásához szükséges tervrajzok elkészítéséhez kapott támogatást. A Gyergyói medencében több műemlékként számon tartott épület felújítására is sor kerülhet hasonló módon. 7 ilyen pályázat támogatva van Gyergyószent Miklóson, de ezen kívül a Szent Miklós plébániánál is támogatást tudtunk adni, illetve Gyergyószárhegy esetében a Ferences Kolostor szeretnék felújítani, terveket szeretnének készíteni, és az tervek elkészítéséhez szükséges tanulmányokra adtunk támogatást. Az alelnök hozzátette, fontosnak tartja, hogy minél több érintett ismerje meg ezt a pályázati lehetőséget, és időben felkészüljön az iratcsomó leadására. Továbbá azt is kiemelte, hogy a műemlékek megfelelő karbantartása a városkép javításának elengedhetetlen feltétele minden erdélyi városban. Hazai pályán játszott és nyert a VSK felnőtt férfi vízilabda csapata, sporthírekkel folytatjuk. Országos aerobik versenyt szerveztek fiataloknak Gyergyószent Miklóson, az ország minden részéből érkeztek résztvevők. Az Elit kupát harmadik alkalommal szervezte meg a Gyermekek Háza, a megmérettetésnek a Basilides Tibor sportcsarnok adott otthont. A versenyre több mint 20 csapat nevezett, Gyergyószent Miklóst 5 csapat képviselte. Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, a sportcsarnok lelátója megtelt, szülők, ismerősök, barátok bíztatták a táncosokat. A rendezvénynek idén is az volt a fő célja, hogy lehetőséget adjon a gyerekeknek a bemutatkozásra, hogy az elmúlt évek, hónapok munkájának eredményét a közönség előtt is megmutathassák.
Spanyolország 3-0-ra megnyerte az első a székelyudvarhelyi sportcsarnokban rendezett barátságos mérkőzést Románia teremlabdarúgó válogatottja ellen. A zsúfolásig megtelt csarnokban az Európa legjobb csapatának nyilvántartott spanyolok a szünetben 1-0-ra vezettek. A második mérkőzést a két csapat között híradónkkal egy időben játsszák. 30 év után először játszott marosvásárhelyi felnőtt férfi vízilabda csapat hazai pályán bajnoki mérkőzéseket. A kettős forduló keretében a házigazda VSK kétszer is legyőzte a nagyváradi Krisul csapatát. Jó hangulat uralkodott a víkendtelepi uszodasátorban a marosvásárhelyi csapat első mérkőzésein. A ponyva alatt beférő lelátóként szolgáló néhány ülőhely megtelt, és hangosan üdvözölte a hazai csapat góljait. A marosvásárhelyi csapatot alkotó fiatalok végül az első mérkőzésen 15-10, a másodikon 11-8 arányban bizonyultak jobbnak a második nagyváradi csapat a nevelő egyesületként működő Krisul elleni találkozón. Eduard Andrei egykori válogatott, a VSK edzője kiemelte, hogy nagyon jó körülményeket talált Marosvásárhelyen, ahol adottak a feltételek az építkezésre. Nagyon boldog és elégedett vagyok az általam vezetett csapattal, mert megértették a mérkőzés előtti üzenetemet. Nagyon örvendek, hogy harcoltak, és véleményem szerint élvonalbeli csapatként néztek ki, noha ők még csak utolsó éves ifjúságiak. A férfi vízilabda szuperligában 9 csapat vesz részt, a marosvásárhelyi VSK célkitűzése, hogy alapot építsen, amelyre a jövőben egy ütőképes csapat jöhet létre. Az idén az első bajnokságban 30 évnyi szünet után az volt a cél, hogy ne végezzenek az utolsó helyen. Tekintve, hogy már két ellenfelet is legyőztek, a Krisul mellett a korábbi aradi Amefa otthonában is nyertek, a jó úton haladnak. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!